A kocsi elmegy, már lent zörög a faluban. Az éjszaka gyönyörű holdvilágos, egy kicsit nézni kell még a csillagos eget, pedig Árpádnak nem szokása az ilyesmi. De tegnap hazajött Klára. Itt van megint, itt van újra Klára. Milyen szép az éjszaka, milyen szépen muzsikálnak a békák. Az éj füstszagot liheg. Az alsó kertben nyújtottan, panaszosan vonyítanak a farkasok. Leánytelkén megszólalnak a harangok. Először a református templom harangja kondul néhányat, aztán felelni kezd rá a falu felső végéből a görög katolikus. A frissen mosdott arcú reggeli nap ránevet a buzogányra, meg a kettős keresztre, és a két templomtorony nemzetközi harangnyelvén beszélgetni kezd. Vasárnap van. A falu utcáját ünneplőbe öltözött legények járják bokrétás kalappal, kihúzott fehér ingük szokatlan tisztasággal világít. Az utcán patkákra, szájukra bogozott fekete kendőkkel csapatostul ülnek ki az asszonyok, mint varjak a kerítésekre. Bedő Ábris ott áll a tornác előtti kisdombon, magasan a major felett, szétvetett lábakkal, veres bikanyakkal, mérgesen. Nagyon rozmár bajusza, mindkét roppant fekete pamacs lóg lefele két oldalt az arcán, és őszülő bozontos szemöldökei alól indulatosan szikráznak elő a szemei. Ezüst szürke, rövidre nyírt haján hátratolja a kis zöld vadászkalapot, úgy dörgi lefelé, hogy az a keserves úr Isten, aki teremtette az ilyen fehér népet erre a búvánatos öreg világra, fogná meg azzal az ő szentséges kezével, és tekerné ki azt a ribancos nyakát vén boszorkájának. Kanyóni, odalent a szunyogudvarban, csípőretett kézzel rikácsolja vissza a maga vasárnapi imádságát. Hát a maga nyakát, ide küldj el azonnal a lisztet, mert Szent Péter imádságos költökére mondom, hogy ledorongolom a libáit, ha újra átbújnak a kerítés alatt. Hé, hogy azt a keserves Szűz Mária! Dörgi vissza Bedő Ábris a dombról, csúnyán végig kompromitálva az összes létező női szenteket. Mondom, hogy megkapta már azt a lisztet, vén bestia! Kanyóni félrecsapott fekete fejkendője alól, a férfi szentek pajzánságainak emlegetésébe kezd, úgy áll ott az apró gyepes konyha udvar közepén, mint egy dühöngő fúria. Valami lisztről van szó, amit Kanyóni követel Bedő Ábristól a férfi szentek felsorolásának igénybevételével. Míg Bedő Ábris az összes szóban forgó női szentekre hivatkozva magyarázza illő szerénységgel, hogy a lisztet már régen megkapta. Mögötte üres a tornác, Katalin asszony ilyenkor a konyhába menekül, és kicsi Ágnes is elrejtőzik az illetlen szavak elől. Sőt, a béresek és a kocsisok ott lenn a majorban szintén behúzódtak már jó előre az istállók, fészerei alá, onnan hallgatják derűs kárörömmel a bonyolult és cifra körmondatokat, amelyekkel a Bedő udvar gazdája és a Szúnyog udvar gazdasszonya méltányolgatják egymásnak a maguk igazságát. Végül is Bedő Ábris nagyot sóhajt odafenn, leveszi fejéről a kalapot, és búbánatosan néz fel a ragyogó égre. Ej, te szegény jóságos úristen, milyen nagy fenekínban lehettél, amikor egy ilyen vén sárkányt kitermeltél erre a szomorú világra. Azzal nagyot rúg csizmájával egy vakontúrásba, és döngő léptekkel indul a tornác felé.
A tornác oszlopához lapulva meglátja az ispánt. Na, Szájdel úr, bevégezték tegnap a vetést? A kis sovány ember szinte didereg. Nem végeztük be, tekintetes úr, kérem. Bedő Ábrisnak összefutnak a szemöldökei. Nem? Hát miért nem? Mert azt tetszett rendelni, hogy az egyik fogatot küldjem el a malomhoz. Be sem fejezi, könyörtelenül rádörög az ítélet. Szájdel úr, maga marha! Ha nem hal jól, dugja a lábujját a fülébe, érdi? Én azt mondtam, hogy miután bevégezte a vetést, küldjön egy fogatot a malomba, nem azt, hogy kifogja a lovakat a boronából. Jaj, micsoda emberek, micsoda emberek! Szájdel ispán még mentegetőzik. A gyakornok urat is megkérdeztem, ő is úgy értette. Bedő Ábris csak legyint, nagy hosszút, és fellép a lépcsőre. Meg vagyok én áldva, ispánnal, gyakornokkal, mindennel. A konyha felől két paraszt kerül előre. Az egyik, egy hosszú hajú cigány, már messziről levette a kalapját, úgy közeledik. Na, mi van, Móré, mit akarsz megint? Kezét csókolom, drága jó tekintetes úr, drága, csak egy kis vessző kéne onnan a ritekről, drága. Várakozással néz az arcára, és folytatja gyorsan, nem ingyen kéne instálom alázattal. Hát mit adná mi? Egy lopott csirkét talán? Még azt is tőlem lopnád, vén tekergő. A cigánynak lecsurog az arcáról az alázat. Jaj, instálom, drága tekintetes úr, drága, ne tessék már csúfolni a szegény cigányt. Szebecsületes voltam én örök életemben, tudja jól a drága tekintetes úr. Bedő Ábris elneveti magát. Tudom hát. Még a Szilvát is te loptad el a nagyságos asszony kertjéből, vén tolvaj. A cigány ilyetten forgatja a kalapját. Így folyjon ki a szemem, ni. Na-na. Hát nem ott kapták a konyhában? Nem volt a Szilva istálom, csak egy olyan kis csepp volt mi az egész, mint elrohadt volna úgyis, drága. Bedő Ábris elvágja a mentegetőzés. Na, vigyed azt a vesződ, de csak a patak partjáról, érted-e? Csak a patak partjáról. Ha megfoglak, hogy bentről is vágtál, a hajadnál fogva kötlek a gerendára. Aztán majd teszel két napszámot érte. A cigánynak felcsillan a szeme, tetszik a vásár, de azért még megpróbálja. Egy napszám is elég lenne, kezit csókolom, azért a csepp kis vesszőért, ami ott van. Na, nem takarodsz? Förmed rá, és már nyúl is a botja felé. A cigány szaporán kotródik. Domnulé Bedő! Kezdi magasabb hangon a másik ember, és a kalapot sem veszi le a fejéről. A domnú őrmester kér egy szekér fát. Bedő ránéz, nézi, szúrósan, tetőtől talpig. A kalapot újra leveszi a fejéről, az arca kezd kipirosodni. Fát? Mondja, fát? Hát már az a jóságos öregisten is hozzám jön, ha kell neki valami? Miért nem megy a paphoz, vagy a jegyzőhöz, vagy a főszolgabíróhoz, mi? Most Románia van, azok az urak, miért nem megy azokhoz kérni? Ha fa kell, hozzám jönnek, ha bor kell, hozzám jönnek, ha gabona kell, hozzám jönnek, ha Isten haragja kell, mind hozzám jönnek. Hát mi vagyok én? Raktár, miniszter, úristen? Dühösen gyűri a kalapját, feltör belőle az indulat, és a zsebéhez kap. Hát mit adjak még oda? Itt a bicskóm nem kell, ceruza nem kell, notesz nem kell, itt az órám nem kell. Földhöz vágja bicskát, ceruzát, noteszt, végül kitépi mellényéből az óráját, és földhöz vágja azt is. Mi kell még? Mit adjak még oda? Ott a házam, az istálom, a gabonásom, mit adjak még oda? Hát neked, Istenem, mit adjak? Mi kell? A mellényem, a kabátom? Hát nesze, úristen, nesze, kalap!
azzal megmarkolja az összegyűrt kalapot, és fölhajítja a levegőbe. A kalap jó magasan repül, a ház mellett egy öreg akácfa áll, úgy látszik megérti, hogy ezt az istenek küldik, és kinyújtja érte az egyik ágat. Bedő Ábris utána néz a fennakadt kalapnak, kicsit elámul, aztán csöndesen elmosolyodik a bajussza alatt, és döngő léptekkel felmegy a lépcsőn. A szoba ajtóból még visszaszól. Szádel úr, kell adni egy szekérfát az őrmesternek. Azt a kalapot pedig verjék le onnan. Azzal bevágja az ajtót. Kanyoni pedig ez alatt odalent, miután sikeresen végigemlegette az összes bibliai szenteket, nagymérgesen átmegy a konyhán be a szobájába, ott felveszi az asztalról a gondosan kikészített énekeskönyvet, és gyorsan felölti a templomba járó éltes úrhölgyet megillető arckifejezést. A konyha küszöbön még rúg egyet a macskába, egy elejtett fadarabot a Szimeon hátához vág, mit szemetel össze mindent, véngani, aztán lassú, magába mélyedő léptekkel megindul a kerten át a templom felé. Szonyog Terka már ott ül a helyén, a faragott címer alatt, szikáran, sápadtan, jóságosan. Ahogy végignéz az embereken, az asszonyokon, ahogy néha megbólintja feléjük a fejét, csupa előkelőség és csupa jóság. Szerényen ül ott, a törökverő ősök címere alatt, kopott fekete ruhájával, és 70 évvel néha mosolyog, néha lesüti a szemét, néha lapoz az énekes könyvében. Kanyoni odaül melléje, nem közel hozzá, de ugyanabba a padba, ezzel jelképezve, hogy ő alacsonyabb rangban van ugyan, de azért a házhoz tartozik. Szonyog Terka bólint neki, és halkan odasugja. Hogy aludt az éjjel, Kanyoni? Kanyoni felölti szenvedő ábrázatját. Ó, köszönöm. Bizony rosszul. Szonyog Terka megijedt. Na, csak nem beteg. Sajnálja Kanyonit. Sok évvel ezelőtt vette maga mellé. Nagyon elhagyatott, nyomorult özvegyasszony volt akkor. Vagyonatalan, rokontalan. Azóta már a családhoz tartozik, s ha jó dolga is van Kanyónénak, azért ő még mindig olyannak látja. Elhagyottnak, könnyes arcunak, sokat éhezőnek. Sóhajt is Kanyóné akkorát, mintha még mindig olyan volna. Ó, bizony, vénülünk már. Búsongatja a 60 esztendeit. Fáj valamie? Dolgozik tovább Szonyog Terkában a részvét. Kanyoni csak a fejét lógatja. Fájni? Éppen nem fáj, de hát már úgy vagyunk, hogy így is, meg úgy is. Hát bizony, így is, meg úgy is, bólogatja vissza Szúnyog Terka a maga 70 évét, és lapozni kezd az énekes könyvében. Bedő Ágneske már ott ül a hátuk mögött egyszerű kis sötétkék ruhájában, s amikor felhangzik a hívek ajkán a zsoltár, vékony kis cérna hangocskájával velük énekel. Nagy világos kék szemei elkalandoznak közben, és nézik a karzatot, az orgonát, a kántor nyakán dagadozó ereket, amint az izzadtan és vadul birkózik a szent ének hangjaival. Nézi a komoly atyafiakat és a felkendős néniket. Az össze-vissza kacsingató lányokat és legényeket, a papot is nézi, mindent néz. Elpirul, mikor az apja elkésve belép, és Lábujhegyen előre jön, és halkan odaköszön Szúnyog Terkának, de mély, zümmögő, Bedő Ábris hangja minden folytottság dacára áthallatszik a zsoltár éneken. Szégyeli magát az apja miatt, és gyorsan az anyjára néz. Bedőné szikáran ül mellette, mereven az énekes könyvre tekint, de nem énekel.
A szája szigorúan keskenyre van húzva, mint mindig. Egy felelőtlen szellő belekukkant. A nyitva hagyott ajtón megborzolja kicsi Ágnes világos szőke koszorúba kötött haját, vértelen sápat arcát megcirógatja. Kicsi Ágnes megérzi, s az ajtó felé néz, kint vakítóan süt a nap, milyen jó volna mostan napon lenni. Balog András tiszteletes ez alatt felimbolyog a szószékre, s ott megáll, vékonyan, magasan, feketén, mint egy eltévedt felkiáltójel. Ahogy lenéz, rettenetesen magasan találja magát, és fejében érezni kezdi az éjszaka folyamán elfogyasztott borokat. Az alatta levő fejek összegomolyognak a szemei előtt, enye-enye, gondolja. Bár tartana ez az ének még egy keveset, amíg összeszedem magam, de az éneknek vége van, és a templomra ráterül a mozgolódásokkal teli csend. Balog András Ádám csutkája megmozdul, lendületet vesz, és mekegve belekezd a beszédjébe. A mondatok valahogy nem éppen a leghelyesebb sorrendben következnek, mint ahogyan azt agyának döcögő gépezete már évek hosszú sora óta megszokta, de azért nincs baj. Csak a helyenként tart kisebb szüneteket, hogy kifújja az orrát, vagy letörölje a szája szélére kicsapódott nyálat. Ezeket a kis szüneteket arra kellene felhasználja, hogy új mondatokat seperjen össze a leltárból, de az agy ma sehogy sem akar engedelmeskedni, és amikor egy mondatnak neki kezd, még fogalma sincs, hogy mivel fogja befejezni. Azért nincs baj. Egyszer ugyan olyasmit érez, mintha az egész templom tetővel állana lefelé, és a hívek ájtatosan elábrándoznak. Az Ádám csutka mozgásának irányában egy kis borféle valami pillanatnyi kíváncsiskodástól felszalad ugyan, a gyomra felől, de szerencsére orfúvás ürügye alatt sikerül egy kicsit elfordulni, a szószék sötétebb része felé, s a kis tolakodót, gyöngét köpés kíséretében ráhelyezni a rozog a padló deszkára. Mivel pedig ezt a kirohanást a gyomor lakói közül többen nem követik, hamarosan újra ott vonaglik a hatalmas Ádám csutka a merengő lelkű hívősereg feje fölött, és mekegve dobálja közéjük borszagú nyál helyett az örök bölcsességű szavakat. Szunyog Terka lelke jóságos elfordulással száldos, az isteni ihletből fakadó szavak magasságában, légiesnek és tisztának érez mindent, magát, a papot, a világot és azt a szent lendületet, melyel a mekegő igék belehullanak a lelkébe, s a magasztosság virágaival hintik tele ezt a vasárnapot. Az atyafiak megszegett fejjel fogadják a szószék felől kezéjük hulló szavakat, azok leperegnek róluk, s ha nem is figyelnek oda, azért megmossa őket, mint ahogy a fákat megmossa a rájuk szitáló langyos permeteg. A mezőkre gondolnak, a szántásra, meg a boronálásra, és néha lopva kikik pislognak az ablakon, hogy nem változik-e megint az idő. Aztán újra lehajtják fejüket, és gondolatba temetkezve néma becsülettel hallják a papot. Az öreg asszonyok szeme megakad a szószék valamelyik pontján, nézik mereven és kitartóan, míg a szájuk megszokott munkával morzsolgatja a füleiken keresztül megtalált szavakat anélkül, hogy kíváncsiak lennének az értelmükre. A fiatalabbja néha sugdósódik. Valahol egy gyerek, félhalk, cérna hangon megkérdezi, hogy lesz-e a bornyúnak piros szalagja és kolompa nyakán. Néhányan kuncogni kezdenek és átkacsingatnak egymásra, nem nagyon zavarja őket a pap. Öreg bedő Ábris egészen a pad fölé hajol.
mély gondok húzzák le a fejét. Azt lehetne hinni, hogy talán éppen az Istennel perel, vagy az élettel csatázik. Pedig nem teszi egyiket sem. A szeme előtt a padlón egy légy mászik. Néha felrepül, de mindig visszaáll ugyanoda. Egy csepp kicsi hangya mászik elő a deszkarepedésből, tanakodik, aztán megindul a légy felé, a légy félre szökken, és kíváncsi figyelemmel nézi a hangyát. Ezekben gyönyörködik Bedő Ábris. A feje közben mind lejjebb lankad, mind istenfélőbb és magába szállottabb lesz az alakja, amint két barna, csontos ökle feltámasztva magas lük ki, ezüst szürke haja fölé. Aztán egyszerre csak különös hang kezd jönni felőle, egyforma, mély, lélegzésszerű hang, olyan hang, hogyha nem éppen a templomba hallaná valaki, még bizony azt mondaná, hogy öreg Bedő Ábris elaludt. Kanyóné nem törődik, sem a pappal, sem a beszéddel, sem a körülötte lévőkkel. Kezében tartott fekete szegélyű, ünnepi zsebkendőjével néha megtörli a szemét, néha hangosan kifújja az orrát, míg egyformán kivörösödik a szeme, és az orra, és így magában elmerülve, vörösre sírt szemekkel gyászolja a vasárnapot. Kicsi Ágnes gondolatai messzire elkalandoznak. Olyan messzire, hogyha szigorú arcú anyja tudna róla, nagyon megharagudna. Fehér homlokán keskeny gondráncok képződnek, és ezek között a ráncok között bujkálnak Kicsi Ágnes összes ábrándjai. Városok, színházak, ruhák úgy borulnak rá erre a 17 éves mezőségi fantáziára, mint valami csodálatos keleti köpeny. Város, ez jelenti mindazt, ami nem mezőség, ami nem domb és szántás, és rét és kerti virágágyás, és vetemény és konyha, és égett rágyaszag, meg békazene. Város, ebben a szóban benne van minden, amit egy 17 éves leány magának egy életről megálmodhat. Zenét jelent, olyan zenét, amely nem a leánytelki vasárnapi délutánokon felhasználó, kéttaktusú, álmosító táncmuzsika. Bálokat jelent. Előkelő nagy bálokat. Nem olyanokat, ahol a csűr bedeszkázott oldalai mellett hosszú padokon sötét ruhás nénik ülnek, és savanyú, parfümszagú, vizes hajú fiatalemberek mutogatják olcsó eleganciájukat. Nagy, pompás estélyeket jelent, olyat, amilyeneket néhol képen látni. Igazi cigányt, igazi pesgővel és tánczenét, valódit, nem olyat, amit a fakó öreg gramofon recseg egy-egy sóstanglis házi zsúron. Férfiakat jelent, valódi férfiakat. Frakkost, karcsút, igazit. Ilyenekről álmodik Kicsi Ágnes, amíg a pap beszél odafent az Isten nyelvén, és néha elhallgat, hogy letörője nedves zsebkendőjével a szája szélére verődött savanyú, borszagú nyálat. A beszédnek vége van. Már a zsoltár utolsó hangjai is elszállnak, csak az orgona búg még utánuk akadozó, fájdalmas nosztalgiával. Szúnyog Terka megmozdul és feláll. Na, gyerünk! Súgja oda Bedőné is a lányának, és erélyesen tuszkolni kezdi kifelé a padból, nehogy Kanyóné megelőzze őket kifelé menet. Évek óta folyik ez a verseny Bedőné és Kanyóné között, hogy melyik következzen illendőségi sorrendben Szúnyog Terka után. Valahogy kibújnak a padból.
Bedőné egy erélyes mozdulattal félretolja kicsi Ágnest, és gyorsan ott terem szúnyog terka mögött kicsit meg is löki Kanyónét, úgyhogy az visszatántorodik a padba, és tekintettel az istenes környezetre, csak a gondolatai közt mer merezgetni egy csavarmentes káromkodást. Bedőné pedig hidegen, mereven, fölényesen hagyja el a templomot, a jóságosan körülbólogató szúnyogterka mögött. A templom előtt megállnak, megvárják a papot és Bedő Ábrist, aztán mennyit mennek el szúnyogudvarba. Ilyenkor vasárnap régi szokás már, valamennyien szúnyogterkánál ebédelnek. Beszélgetve érkeznek a ház elé. Szúnyog Karcsi az ajtóban áll, mosolyogva kezet csókol a nagyanyjának, és megkérdezi, hogy jól kiimádkozták-e magukat. Szúnyog Terka tréfás rosszallással megfenyegeti az ujjával. Na-na, neked sem ártott volna, mondja, de ez a rosszallás csak képletes. Dehogy is haragudna ő erre a vékony, cingárkis legénykére, aki a földkerekség egyetlen élő fiú szúnyogja, Karcsi. A drága Karcsi, az ő és Marosvásárhelyen élő többi szúnyogasszony egyetlen szemefénye, világszép Karcsia. A 28 éves Karcsinak nem él már sem az apja, sem az anyja, de azért nem árva fiú ő mégsem. Egy nagymama és két néni van a világon, akiknek az a foglalkozása, hogy Karcsit bámulják. Karcsi a férfi, a nagyszerű, az okos, szellemes, az eredeti. Amit Karcsi csinál, az a tettek csimborasszója, és jaj annak, aki egyetlen szóval is kritizálni merné. Üres óráiban pulovereket kötnek neki, és mivel minden órájuk üres, Karcsi szekrényében halomra nő a kötött áru. Még az ételek is két csoportba tartoznak, a nagymama és a szúnyognénik osztályozása szerint. A Karcsi szereti, és a Karcsi nem szereti ételcsoportokba. Ha maguk közt vannak, csak arról beszélnek, hogy Karcsi mit csinál, hogy van, mit mondott megint, mikor írt, mit olvas, és így tovább. Titokban talán mind szerelmesek belé, persze csak a maguk módja szerint. Mikor már valamennyien letelepedtek a nyitott verandára, és megindult a beszéd az időről, a serdés árakról és a dalos versenyekről, Szúnyog Karcsi odahúz egy nádszéket kicsi Ágnes mellé, és nagy kényelmesen beleterpeszkedik. Jöjjön, Ágnes, flörtöljön velem, mondja a szék mélyéből, mint a török pasa, aki elvárja, hogy minden nő a talpát vakarja. Kicsi Ágnesnek nem szokták azt mondani, hogy flörtöljön. Egyáltalán flörtölni sem szokott. Tehát elpirul, és félrefordítja a fejét. Karcsi utána hajol, és az arcába nevet. Nanné, hogy elpirult, biztosan szerelmes belém. Hangosan mondja, hogy meghallhassa mindenki, hogy ő az ellenállhatatlan Karcsi, íme bókokat mond, és játszik egy női szívvel. Ne hozz zavarba a szegény kislányt, szól rá Szúnyog Terka, és a mosolyában ez van ugyan. Hát ha van valaki a világon, aki nem szerelmes beléd. De Bedőné összehúzza a szemöldökét, és hidegen megfelel a leánya helyett. Ágnes nem szokott flörtölni, és nem szerelmes senkibe. Karcsi nevet, és incselkedik. Mégsem hiszi, kis huncut, biztosan van valakie, de ha nincs, hát akkor itt van ő, Szúnyog Károly. Gyönyörűséges lovag, eseng a kis nebáncs virágok kegyei után. Azért esenghet, feleli a nebáncs virág, maga nagy szájú,
Ezen a mondáson a társaság jó ízűen nevet, és sokan titokban igazat adnak kicsi Ágnesnek. Csak éppen bedőné Intile mosolyogva, de szükségesnek érzett anyai szigorral. Micsoda hang ez, Ágnes? Ó, nagyszerű hang, állapítja meg Karcsi. Most már biztosan tudom, hogy szerelmes belém. És erővel meg akarja csókolni a leány kezét. Kicsi Ágnes nem engedi neki, még soha senki nem csókolt kezet. Egyáltalában a csók az olyas valami, aminek az emlegetésétől is elpirul, és eszébe jut róla valaki. Egy nagyszerű valaki, akit még sohasem látott, de azért tudja, hogy milyen lesz, és hogy el fog egyszer jönni, és elviszi magával ki a nagyszerű életbe. Egészen pontosan még nem tudja, hogy milyen lesz, de szép lesz nagyon, és jó lesz nagyon, s ahogy jön, az egy csoda lesz. És egy cseppet, de cseppet sem fog hasonlítani Szúnyog Karcsihoz. A falu felől autóberregés hallatszik, erre felfülelnek. Csak nem vendég jön, horkan Kanyóné, és eszébe jut, hogy kevés lesz a pulyka. Az autó hang letér az országútról, és egyenesen a dombnak tart. Ez a drótos Ford, állapítja meg Karcsi, és valóban igaza van, már ott zörög a kertben, és bekanyarodik a ház elé. Négyen ülnek benne. Szúnyog terha gondterhelten inti magához Kanyónét, és megkérdezi tőle súgva. Elég lesz a tészta? Kanyóné visszasúgja. A tészta elég, legfeljebb kevesebbet vesznek. Hanem a sült? Szúnyog terha könyörgő bocsánatkéréssel néz Kanyónéra, mintha azt mondaná, hogy azért rá ne haragudjon, ő igazán nem tehet róla. Talán két csirke elég lesz, mondja bizonytalanul. Kanyóné dohogva indul a konyha felé. Na ne, ne egyen annyit, akkor elég lesz. A baromfi udvar felől csak hamar hangos cipogás jelzi, hogy váratlanul vendég érkezett a házhoz. A vendégek ez alatt kiszaladtak a gépből. Négyen vannak, Zendai Tibor és a húga, Halász Árpád és Rápolti Jenő. Zendai Tibor jelentőség teljesen néz Ágnesre, és úgy fog kezet vele, mintha attól félne, hogy ez a kis fehér holmi azonnal eltörik, ha megszorítják. Ágnes nem néz rá különösebben vissza, csak úgy, mint a többire. Életében alig látta néhányszor ezt az embert, akkor is a sarokból hallgatott valahonnan, amíg az apjával tárgyalták a gazdaság dolgait. Zentai Klára inkább érdekli. Tudja, hogy most jött haza külföldről, ahol éveket töltött, és ez a tudat valami láthatatlan bűvkört kerít köréje. Úgy nézi karcsú, csinos alakját, szép meccésű barna arcát, könnyű, divatos ruháját, mint valami messze csillagzatról lecsöppent csodát. Tetszik neki. Hogy a haja rövidre van vágva, hogy a ruhájának milyen nagyszerű színe van, hogy gyűrűk vannak az ujjain, hogy a csuklóján különös karperec lóg és zörög. Tetszik neki, ahogy beszél, ahogy nevet, ahogy néz. Szinte fájdalmat érez, annyira szeretné, hogy ez a nagyszerű lány a barátnője legyen. Hogy ő kérdezze, és az feleljen, és meséljen mindenről, mindenről. Már bizonyára megcsókolták. Milyen hátborzongatóan szép volna, ha arról is beszélne. Hogy megsimogassa a haját, hogy milyen tömött és milyen barna. Hogy megcsókolhassa. S a legjobb barátnők legyenek, és mindent elmondjanak, mindent. Nézi, nézi,
és nem mer szólni hozzá, és amikor Klára véletlenül megszólítja, rövid, zavart feleletet ad. Sírni szeretne, amiért olyan ostoba, amiért olyan gyerek még mellette. Ha felnőttebb volna, ha okosabb volna, bizonyára barátnők lennének. Halász Árpád ott van Klára mellett. Beszél hozzá, és néha összenevetnek. Ma hosszú nadrág van rajta, amit kicsit szokatlan ugyan, de azért nem sokat változtat a megjelenésén. Rápolti Jenő frissen jár, mozog, az emberek között beszél és kérdez, jól szabott szürke ruhájában nagyszerű megjelenés. A ruhán látszik, hogy régen készült, de nem kisvárosban. Ahogy mozog, ahogy beszél, ahogy nevet, olyan nyugodt, olyan biztos, olyan előkelően úrias, mintha nem is a csudák falvi farkasok mellől jönne, hanem valami messzi, idegen nagyvárosból. Hogy van az anyja? Kérdezi Szúnyog Terka előzékeny érdeklődéssel. Nagyon régen nem láttam. Köszönöm, feleli kellemes lágy hangján. Jól érzi magát. Minden idejét lefoglalják az állatai. Igen, igen, bólogat mosolyogva Szúnyog Terka. Hallom, hogy mennyi sok kutyája van. Elkomolyodik. Van. Mama nagyon szereti a kutyákat. Az Alaszkát ma megrúgta egy ló. El kellett küldeni doktorért. Vinnyogott és fájt a lába. Mama megsajnálta, és doktorért küldött. Észreveszi, hogy mindenki hallgat és mosolyog, kicsit elpirul, és zavartan teszi hozzá. Mama nagyon különös. Néhány másodpercig csend van, aztán valaki beszélni kezd egyébről. Rápolti Jenő még komoly, maga elé néz, idő kell, amíg a beszéd lázas lüktetése újra felrázza, és elfelejteti vele a gondolatait. Ebéd alatt szembe kerül Zentai Klárával. Keveset hallott eddig róla, míg utoljára látta, még jelentéktelen gyermeklányka volt, most kíváncsian nézi a sok megszokott arc között. Kíváncsian és bólogatva. A bírálgatás előkerül. Kénytelen megállapítani, hogy Zentai Klára más, mint a többi. Csinosabb, frissebb, egyensúlyozottabb. Külföld. Mosolyodik el befelé. Persze, ott ilyenek a nők. Klára viszont már hallott Rápolti Jenőről eleget. Emlékszik rá, régen is jött át néha vadászni. Komoly, magas volt akkor, 10 év előtt. Azóta sok minden történt. Hallja, hogy lezüllött, teljesen valósággal belebutult az ivásba, azt mondja Tibor. Figyeli, érdekes, az arca még egészen fiatal és kellemes. A hangja is éppen olyan, mint volt, és amiket beszél, nem is olyan buta, sőt, szellemes és mulatságos. Érdekes, hiszen ez az ember nem is olyan borzasztó, mint ahogy mondják. Máshol talán nem tűnne fel, de itt ökrökről beszélnek, és papilakról beszélnek, és néha a szunyogkarcsi nyafka hangja búknak, készült, üres, élceket puffogtat, amiken aztán ő maga nevet egyedül, de annál hangosabban, s ott ül a pap, meglapulva a tányérja mögött, nagy idétlen kezeivel, markolva a kést, meg a villát, és szétverdeső könyökkel csámcsogja be magába a pulykasültet. Lehetetlen lenne nem észrevenni, hogy ott szemben ül egy ember, akinek már a ruhája is más, mint a többinek, és más a hanghordozása, és mások a szavai, meg a gondolatai, és a szemei is mások tele vannak, valami különös, mély borúval. Ott ülnek egymással szemben, de nincs szavuk egymás számára. Csak tekintetük van, csak gondolataik vannak, körülöttük zajlik egy idegen világ, meg gabona árakról és cséplővámról szaval disznókért leselkedik, és adó ellen agitál. Ők ketten nem szólnak bele,
de úgy érzik, hogy magasabban vannak, és a többiek feje fölött néha összeér a tekintetük. Ilyenkor összemosolyognak, mint messze föld honfitársai, akik valahogy ide tévedtek ebbe a zűrzavaros barbár világba, és most jól esik, hogy összetalálkoztak. Még egyetlen szót sem beszéltek együtt, és már jó barátok. Már nem véletlen, hogy ebéd után egymás mellé kerülnek a szalomba. Hogy tetszik a mezőség? Kérdezi Rápolti, csak azért, hogy meghallja a hangját. Nem tetszik. Vallja meg őszintén a leány, és kicsit megrázza a fejét, és egy kicsit mosolyog. Csúnya, kopasz, üres, nagyon üres. Mézengésű, puha hangja van, kellemes. Rápolti amúgy sem szereti a nagyon éles hangokat. Cigarettára gyújtanak, kinéznek az ablakon, és érzik, hogy ott túl, a szemközti domboldal kopasz lankáján összetalálkozik a tekintetük. Rápolti megjegyzi. Nem is a vidék üres, csak az emberek, akik a vidéket lakják. Az emberek a vidékhez alkalmazkodnak. A lány nevet, jó, egészséges, mély nevetése van. Rápolti nem felel. Nézi a dombokat, és úgy érzi, hogy védelemmel tartozik nekik. Pedig nem csúnya vidék, mondja, csak meg kell ismerni jobban. Emberek is vannak ilyenek, első látásra csúnyáknak ítéljük őket, és később rájövünk, hogy mégis szépek. A lány csak a fejét rázza, és nevet. Nem. Azt mondja, nem. Ő nem lát benne semmi szépséget. Rápolti Jenő magyarázni kezd. A dombok lágy hajlásáról beszél, a vonalak harmóniájáról, a színek melankóliájáról, valami végtelenül puha melankólia van ezeken a dombokon, mondja. Valami kellemes narkózis zsong a tücsök muzsika egyhangú dallamában. Az emberek álmosak és lassú életűek lesznek tőle. És indolensek, löki közbe a lány. De azért mégis szép, folytatja. Vannak rózsaszínű estéink és kristálytiszta hajnalaink, amikor a tavak zöld párákat lehelnek. A lány közbeszól, igen. Mondja, vannak továbbá füllett nappalaink, amikor az ember azt se tudja, hogy mit kezdjen az unalmával. Az unalom egyéni, és nem felelős érte semmiféle környezet. Feleli vissza, és így elbeszélgetnek, kérdeznek, és felelnek, és közbevágnak, kíváncsian fürkészik egymás gondolatait, igyekeznek beleleselkedni a lefüggönyözött ablakok mögé, amerre a lélek belső szobái vannak. Nézik egymást, végig tapogatják egymást a szavaikkal, kíváncsiak, izgatottak, ismerkednek. Szúnyog karcsi zavarja meg őket. Megegő nevetéssel furakodik közéjük. Hallgasson ide, grófné, hallgasson ide, ez a bolond Tibor azt akarja elhitetni velem, hogy van egy papír, amit a falra ragasztanak. Egy papír. Ilyet is csak az a bolond Tibor tud kitalálni, na? Hallott már ilyet, grófné? A mezősége nem ismerik ezt a szót, hogy nő. Ott a lányok is grófnék és bárónék, anélkül, hogy ez kompromitáló lenne rájuk nézve. Íróné, színészné, művészné, így beszélnek a mezőségen, és ilyenkor nem az író vagy a színész feleségére gondolnak, hanem az írónőre, a színésznőre és a művésznőre. Klára haragszik, hogy megzavarták, és csodálkozik is egyben. Hogyne, mondja, tapétának hívják, és rányitja a csodálkozó szemeit. Maga még nem látott olyasmit? Karcsi már másról beszél. Karcsi már másról mekeg.
Mondja csak, Klára grófné megtanult jól flörtölni Párizsban. Azt mondja ez a Wolf, hogy ott nagyon huncutok a fehér népek, igaz? Klára felelni szeretne, és szeretné megkérdezni, hogy ki volt az a Wolf. De Karcsi már tovább rohan a témáiban, és mutatni akarja a tapéta ügy miatt is, hogy ő azért nem olyan elmaradt vidéki szamár. Olvasta grófné a Fiók titkát? Nagyszerű könyv. Valami angol grófné írta, nem emlékszem a nevére. Aztán mit szól hozzá, hogy Marlene Dietrich férhez megy valami kávégyároshoz, de nem is kávégyároshoz, valami szalámigyároshoz. És hogy megjelent egy új könyve ennek az amerikai írónak, ahogy is hívják, na valami Lagerlöf. Talán Kurt, azt hiszem a másik neve. Vagy valami hasonló, egy egészen fiatal amerikai fiú. Beszél, és Klára bámulva figyeli, és Jenő kinéz az ablakon, beszél, és Szúnyogterka átnéz rá a bedőné válla fölött, büszkén és diadalmasan, és ragyog a szeme. Zentai Tibor alig, hogy egy jó fél óra elteltével befejezi az ökrökről való véleménynyilvánítást, amennyiben a hallgatósága szemmel láthatóan lecsügget ennyi érv után, és nem fejtett ki több ellenállást, sikerétől elpilledve körültekint, és megpillantja kicsi Ágnest egymagában üldögélni a legszélső ablakmélyedésben. Egyenesen oda siet. Éppen jó, mondja, hogy egyedül van, valami fontosat szeretnék megbeszélni magával. Ágnes csodálkozik. Vele nem szoktak komoly dolgokat megbeszélni. Tibor odahúz egy széket, lovagló módra rátelepszik, két könyökét a szék támlájára tapasztja, állát az ökleire fekteti, úgy néz a lányra. Arról van szó, mondja, hogy én el szeretném venni magát feleségül. Kicsi Ágnes megdöbbenve nézi, a szemei kerekre nyílnak, nem érti tisztán a dolgot. Talán azt hiszi, hogy tréfálnak vele. Minden esetre szokatlan módon. De Tibor elmondja még egyszer, éppen ilyen, egyszerűen, tisztán és szabatosan néz, és csak nem is mosolyog. Ágnes arcelé kapja a kezét. Jesszus! Szalad ki száján a rémület. Aztán miért? Tibor most már mosolyog gúnyosan, fölényesen, és úgy felel, mint egy kisgyereknek, oktató hanglejtéssel. Mert tetszik nekem, azért. Ágnes csak most kezd elpirulni. Borzasztó, hebegi, borzasztó, hogy ezt éppen nekem mondja. Hát kinek mondjam, hiszen magát érinti a dolog. A hang gúnyos, és nem is suttogó. Kicsi Ágnes egy pillanatra ösztönösen nő, amint ilyetten körülnéz, és halkan mondja. Jaj, ne olyan hangosan, még meghallja valaki. De Tibor nem bánja, ha meg is hallják, újra elismétli, amit az előbb mondott, és várja a választ. Ágnes meg van ijedve. Istenem, hebegi, én azt gondolom, hogy ezt mégiscsak valahogy másképpen szokás. Hogyan? Kérdezi Tibor gúnyosan. Hogyan szokás? Nem tudom, de azt hiszem, hogy ez mégsem megy éppen ilyen gyorsan, nem szokás. Tibor nevet. Ennyi, mondja, azt akarja, hogy udvaroljak magának? Szép bókokat mondjak? Dicsérjem az őzike lábait, minden reggel egy rózsacsokrot hozzak, hogy helyettem kis virág? Szerelmes verseket csempészek a párnája alá? Jaj, nem, az Istenét hagyja már abba, rémüldözik Ágnes. Még meghallja valaki? Vagy holdvilágnál sétáljak magával, és előbb összenyaldossam a képét, mielőtt kimondanám, hogy mit akarok? Ágnes szeretne a föld alá süllyedni. Jesszus, miket beszél? Borzasztó! Adna magának, anyám! Tibor türelmetlen. Nézze,
Intire a megijedt lányt egy heves gesztussal. Nem arról van szó. Akar a feleségem lenni, vagy nem? Kicsi Ágnes már szinte sír. Hát hogy akarja, hogy én most erre választ adjak? Nézik egymást, a lány ijetten, a férfi gúnyos mosolyjal a szája szélén a túlsó ablaknál. Klára hangosan nevet, éppen ide néz kicsi Ágnesre, a tekintetük találkozik. Először, amióta itt vannak, talán tudja, hogy miről van itt szó, mosolyognak a szemei, és mintha bíztatnák. Milyen szép, drága szemek. Ó, ha a barátnője lehetne, most, így, talán lehetne, lehetne. Klára nevet, és elkapja a tekintetét, milyen nagyszerű a nevetése, milyen nagyszerű lenne, és éppen ennek az embernek a húga, ennek az embernek. Na, töri meg Tibor erélyesen a csendet. Én ma megkérem a kezét az apjától. Tehát az Istenért mit akar maga, mi lesz ebből? Tibor egyszerűen felrántja a vállát. Mi legyen? A feleségem lesz. És feláll, és indul. És Bedő Ábris, mintha valami titkos rugó indítaná, búcsúzni kezd abban a pillanatban. Bocsánatot kérek, mondja, dolgom van, és odaint a feleségének. Ti csak maradjatok. Együtt mennek ki. Kicsi Ágnes olyan ijetten nézi a becsukódó ajtót, mintha az életének súlyos nagy kapuja zárulna be vele. Riadtan és sápadtan ülött, még dobognak fülében a szavak, keményen, durván, mint valami bakancsos katonák. Szeretne sírva utánuk szaladni, szeretne megelőzni valamit, valami borzasztót, valami retteneteset. De csak sápadtan ül, és dideregve nézi az ajtót. Egyszer csak ott ül valaki mellette, és a Klára hangja nagyon melegen és nagyon közelről a fülébe sugja. Milyen sápat vagy. Többet kellene a napon legyél. Felrezzenve néz rá, a Klára szeme asszonyos melegséggel kutatja az arcát, a szavai simogatnak, beszél, de nem említi meg, csak éppen érzik a szavain, hogy tudja, ő is, és milyen jó, hogy beszél, és milyen jó, hogy tudja. Lassan feloldódik benne valami érzés, már nem is olyan borzalmas, ami történt, új, és idegen, és izgató. A szavak mögött, és a kacagások mögött, el lehet gondolkodni róla, építeni lehet, játszani lehet vele, mint valami különös, színes kockákkal, várni lehet tőle valami vad idegenséget, valami távolian szépet, amit a Klára meleg hangja belesimogat a lelkébe. Amíg Pestről beszél, Párizsról beszél, a halasdi virágos kertről beszél. Bedő Ábris pedig már várja odakint az ispán. Elküldött a főmérnök a süldő után. Megvakarja a fejét, aztán sóhajt egy nagyot. Fel kell tenni 10 darabot, aztán vidék Isten hírével. Legyint is hozzá. Amíg ez kifizeti, addigra már a kolozsvári polgármester is ugatva fog szaladgálni az istálló körül. Szájdörör csendesen megjegyzi. Egy 20 literes korsót is küldtek, borért. Bedő Ábrisnak ez már erősen sok. Mit? Borért? Hát Kolozsváron nincsen bor. Ott van Bognár és Szántó, tele van a pincéjük borral. Miért nem mennek oda? Én nem értem, ha valakinek kell valami, egyenesen hozzám jön. Hát mi vagyok én? Isten vagyok én, hogy mindenki csak tőlem kér valamit? Már egyszer én is el kell menjek valakihez kérni, hát ha nekem is adnak. Belenevet a bajuszába. Egy kis jövedelmet, a gazdagság mellé, hogy a fene egye meg. Azzal elindul a felső udvar felé, az ispán félénken szól utána. A korsóval mit csináljunk?
Aztán töltsék meg! Mit csináljanak vele? Nem imádkozhatunk neki, mert attól csak megszaporodik. A dombon kifelé melléje kerül Zentai Tibor. Április bácsi, ha már így benne van az ajándékozgatásba, én is kérnék valamit. Na, áll meg nagyot szusszanva, bedőm, á, te is! Hoztál valami korsót? Én nem azt hoztam. Én vinni akarok. Néz a szemébe Tibor. Korsót? Évődik az öreg. Nem. Ágnest. Bedő Ábris megdöbben. Mit te? Ágnest. Bedő Ábris azt hiszi, hogy rosszul hall. Még a fülét is odafordítja. Mondd. Mondd még egyszer, mit akarsz te vinni? Tibor elismétli a legnagyobb nyugalommal. Ágnest. Semmi kétség. Állapítja meg magában Bedő Ábris, és nagyot csodálkozik. Még a kalapját is leveszi, és megdörzsöli rövidre nyírt hajzatát. Ha. No, szóval azt mondod, hogy eszedbe jutott csak így, ilyen gyorsan? Tibor elfogulatlan nyíltsággal néz az arcába. Csak elhatároztam, hogy megnősülök, és Ágnest gondoltam volna. Dünnyögi Bedő, még mindig a tarkóját vakarva, aztán vajon ő mit szól hozzá? Tibor naív csodálkozással mosolyog vissza. Ágnes, mit hogy szóljon? Nem lehet ellenem semmi kifogása. Na, nem is úgy gondoltam. Na, nem is úgy mondom, tudjuk, hogy jó gazda vagy, nem lumpolsz, nem kártyázol meg minden, de hát micsoda? Sürgeti Tibor, és ártatlan őszinteséggel bámul a szürke emberre. Fiatal vagyok, egészséges vagyok, mi lehet itt akadály? Hát nem is úgy, hanem hát Ágnes, szerete. Engem? Csodálkozik Tibor, miért ne szeressen? Bedő Ábris újra megvakarja a fejét. Hát aztán nézd, ez már nem az én dolgom, ezt már intézd el vele. Én minden esetre tartom szerencsémnek. Azzal férfiasan, melegen kezet nyújt egymásnak. Zentai Tibor, mint ahogy az egy rendes és pontos emberhez illik, ott mindjárt melegiben feltárja vagyoni helyzetét, jövedelmi kilátásait, terveit, mindent. Részletes és alapos értekezést tart a házasságról is, látszik, hogy készült már rá. Beszél az elveiről, a fiatalságról, a korról, az erkölcsről és mindenről, ami ezzel kapcsolatban az eszébe jut. Olyan szakértelemmel és alapossággal, mintha éppen kosár fűz termesztéséről lenne szó, vagy a fajbaromfi tenyésztéséről. Bedő Ábris nekifekszik a szavaknak, hatalmasakat hallgat, néha hümmöget, bele-bele bólogat, és amikor másfél óra elteltével véget ér a leánykérés, úgy érzi, mintha egy súlyos dologgal alaposan elverték volna. Talán még akkor sem lenne vége a szabad előadásnak, de az utolsó udvar kapujában megjelenik Bedőné maga, és mögötte sápadtan, ijetten kicsi Ágnes. Mikor meglátja az apját és Tibort egymás mellett a dombon, még a térde is reszketni kezd. Az elképzelések tarka kőkockái, amiből a Klára hangja színes házikót épített benne. Most egy pillanat alatt újra jéghidegek lesznek, és halálosan, súlyosan idegenek. Bedő Ábris magához inti a feleségét. Gyere csak, Katalin, mondani akarok valamit. Aztán odaszól a lánynak. Te csak maradj itt egy percre. Mulattasd lelkem Tibort. Na, megkértem a kezét, mondja Tibor, amikor magukra maradnak. Tudja, hogy ez történt, tudta előre, hogy ezt fogja mondani, mégis borzasztó így hallani a szavakat. Na, most hallja magát, mi a véleménye? Tibor mosolyog és vár. Ágnes hallgat.
Fejében vadul kavarognak a szavak és a gondolatok, ilyetten lüktet halántékán a vér, de a fülében Klára kacag, és a szeme mögött a Klára szemei csillognak melegen és bíztatóan, és mégis... Rémes, rémes, suttogja, és sápadtan néz arra a borzasztó emberre, akit alig ismer, aki idejön és beletör az életébe, összedönt mindent, minden finom, színes elképzelést, amit a női élet eme nagy momentumáról könyvekben és álmokon keresztül idáig alkotott magának. Összedönti, és rátapos, ahogy ott áll elfogódás nélkül, és ránéz, és egyszerűen csak ennyit kérdez. Akar-e a feleségem lenni? Mintha ez lenne a világ legtermészetesebb, legegyszerűbb, legjelentéktelenebb dolga. Ahogy ezek a szavak belecsapódnak a tudatába, úgy érzi, mintha nagy-nagy vesztesség érte volna, mintha valaki elhagyta volna, mintha valaki meghalt volna, illúziók, ábrándok színes kupolái alatt várta volna az első férfit, aki majd észreveszi őt. A palota elé rózsákat és dáliákat ültetett, és puha kis ösvényt építetett közéjük, hogy azon keresztül jöhessen érte a virágillatos kerten át. Hány estén és hány éjszakán keresztül épült ez a palota, hány magányosan ábrándozott órán át ültette be karcsú virágaival az ösvény széleit, a valóság és a palota között. És most eljött. És nem a kapun keresztül jött, és nem az ösvényen keresztül jött, csak átlépett a kerten, és nagy durva lépéssel a palota színes tetejére lépett. A kupolák összedőlnek alatta, a virágok széttaposva hevernek a földön, a drága színes üvegtető helyén pozdorjává tört cserepek közt. Egy arc néz lefelé, és nagyon a valóságból hozott nyelven, egyszerűen durván, csak ennyit kérdez. Akar-e a feleségem lenni? Kicsi Ágnes ott áll, egyedül, borzalmasan egyedül, izzó szemhéjai mögött, egy romba dőlt álomvilággal, és úgy érzi, hogy ezzel a mondattal valakit eltemettek. Szeretné megsiratni, de nem lehet. Valaki mellette áll, egy idegen, a száját nézi, feleletet vár. Felelni kell. Most már úgyis mindegy. Új számadást kell készíteni gyorsan. Nem úgy jött, és nem ott jött, ahogy, és ahol kellett volna, de itt van. És itt van Klára, és itt van az új nagyszerű idegenvilág, aminek élet a neve. Úgy érzi, mint a kalitkában nőtt fiatal madár, hogy egyszer lezuhan a falról, és a kicsapódó ajtón át szabadra esik. Rémülten vergődve, rebdes, érzi, hogy valami hatalmas új dolog történt velem, valami jóváhozhatatlan fordulat. Tetszik egy kicsit, de azért reszket a félelemtől, ki tudja, milyen ez az új világ. Az azonban egy pillanatig sem jut eszébe, hogy le lehetne szállni a földre, és a nyitva maradt ajtón visszabújni a kalitkarácsai mögé. Jó lett volna úgy megtalálni az ajtót zuhanás nélkül szépen, ahogy megálmodta, és narancsligetek között szállni, és virágok között, nem apró gyepes udvaron, szeptember végén, amikor nincs a közelben egyetlen szál virág. De már mindegy. Az ajtó nyitva van, a kalitka lezuhant a földre. A csend nagyon hosszú. A férfi keze lassan felemelkedik. Megpihen a lány vállán, majd a karján simogatva lecsúszik, és elfogja a kezét. Kicsi Ágnes, akar-e a feleségem lenni? A leány beledidereg a szavakba és a simogatásba. Döngve vergődik odabent a szíve, nagy súlyos másodpercek konganak át fölötte,
és szeges bakancsaikkal véresre tapossák. Lehunja a szemét, nem is nyitja ki, a szemhéja forró, és könnyek mossák belül. Úgy leheli a szót. Igen, ha tavasz lenne, ha lennének fehér virágok, kicsi Ágnesnél nem lenne fehérebb egy sem. De ősz van. Ősz eleje van már, a nyárfák sápadozva merengenek át a völgyön, és búcsúzkodnak már mindnyájan. Meg sem látják, hogy fent, a leánytelki dombon, egy lehúnyt szemű kislány búcsúzkodik, szintén valakitől, aki nem húsból és vérből való, és éppen ezért nem való úgysem a világra. Klára tud a dologról. Kicsi Ágnes tetszik neki. Na, mi az eredmény? Kérdi súgva a bátyjától, amikor végre előkerül, és Árpád is megmozdul, hogy induljanak. Tibor csodálkozva ránéz, és bólint. Meglepi, hogy ez az eredmény valaki előtt is kétséges lehetett. Természetesen, mondja. Az úton Árpád mellett ül, már arról beszél, hogy hol fognak lakni, milyen lesz a lakásuk, és milyen tervei vannak majd házasság utánra. Árpád kérdez valamit Ágnesről, röviden felel és szórakozottan, rögtön arra tér át, hogy milyen fürdőszobát gondol az új lakásba. A lakás természetesen egész külön kell legyen, nem egészséges dolog, ha két generáció egy fedél alatt van. Árpád megjegyzi, hogy sok helyen úgy van. Igen, mondja Tibor. Betegség is sok helyen van, azért mégsem beteg minden ember. Klára és Jenő hátul ülnek, jól esik, hogy végre kettesben lehetnek. A nap már lenyugvóban van, álmosan néz utánuk a dombról, és fáradt glóriákat dobál a fejük köré. Maga mivel foglalkozik igazában? Kérdi hirtelen a lány. A férfi vállat von. Csodák falván élek. Na jó, de valamivel csak foglalkozik. Reggel felkelek, megreggelizem, sétálok a kertben, vagy az istállók körül, aztán ebédelek, vállamra veszem a puskámat, lemegyek a tóra, este megvacsorázom, és eltelt a nap, másnap pedig kezdem előről. Klára megdöbbenve nézi. És nem csinál semmit. Mit csináljak? Mit tudom én? Valamit egy férfi. Mindig kell csináljon valamit. A hosszú ember elgondolkodik, és sokáig nem beszél. Tudja, hogy a lánynak igaza van. Valamikor ugyanezt mondta ő is. Valamikor akkor még nem így gondolta el a dolgot. Akkor még tervei voltak. Eszébe jut a budapesti szerkesztőség, ahol annyiszor megfordult, ahol azt mondták, hogy lesz belőle valami. Fáradtan legyint. Érzi a lány kutató tekintetét az arcán. Munkanélküli vagyok. Nem hallott még a munkanélküliségről? Klára bólint, hogy ne hallott. Hallott már róla. De nem így képzelte el. A munkanélküli az, akinek nem jut semmiféle munka, még kapálás sem, meg gyomlálás sem, meg kosztért felajánlott munka sem. Jó, de én szellemi munkás vagyok, jelenti ki, és a hangja büszke. A lány legyint rá, mindenki olyan munkás, ami ennek az élet beállítja. Rápolt Jenő lázadozik. Félbeszakadt karrierjéről beszél, jeles vizsgáiról, a novelláiról, amelyek itt-ott megjelentek, a tehetségéről, amelyet itt kell elpusztítson, magába őjön, ebben a csodákfalvi barlangban. Klára csak a fejét rázza, nem. Azt mondja, senki sem kell, hogy elpusztítsa a tehetségét, ha igazán tehetséges. A világ széles, a világ szabad, a világon van hely elég mindenkinek, csak persze, ha valaki mindig otthon ül, akkor sohasem találja meg a helyét benne. A mezőség szűk, veti közbe Jenő. Éppen azért,
vág közbe a lány, olyan helyre kell menni, ahol több hely van. Ez csak egyszerű. Jenő nem hagyja magát. Könnyű Klárának, mondja, de ahhoz, hogy valaki mehessen, pénz is kell. A megmozduláshoz az alap, ahol az ember megvethesse a lábát eleinte. Magáról kezd beszélni, az életéről, a gyermekkoráról, az adóságairól, a jelenéről, mindenről, össze-vissza. Mire Halasdra érnek, a lány már mindent tud róla, sajnálja, és búcsúzásnál hosszasan megszorítja a kezét. Viszontlátásra. Így köszön el tőle. Kár érte, mondja később, amint Tiborral felmennek a lépcsőn. Nem mondja, hogy ki ér, de Tibor úgy is tudja. Legyint, és nem felel. Ez a legyintés azt jelenti, hogy az ő számára Rápolti Jenő már nem eleven ember. Az apjuk ott áll, a csukott verandán, és szótlan szivarozással bámul le a kertre. Megkértem Bedő Ágnest, jelenti be Tibor csak úgy közömbösen, mintha valami mindennapi dologról lenne szó. Zemtai Ferenc nem csodálkozik, a szivart sem veszi ki a szájából, mindössze ennyit mond. Na. Azzal lassan megfordul, rá se néz a fiára, csak lemegy a lépcsőn, fejébe nyomja a kalapját, karjára akasztja a botját, és kilép az ajtón. Nyugodtságot színlel, de belsőleg erősen bántja a dolog. Tibor mégis megtehetett volna annyit, hogy előre bejelentse, és ne csak utólag, pedig tudja, hogyha előre szólt volna Tibor, akkor sem volt mondott volna többet ennél a kurta és sok értelmű szónál. Akkor is sérteni, hogy mégis csak hallatlan, hogy ez a kölyök felnőttnek képzeli magát, és önállósodni akar. Zendai Ferenc még mindig olyannak látja a fiát, amilyen a gyermekszobában volt. És igaz, hogy azóta még nőtt egy kicsit, és igaz, hogy jó, hogy megnőtt, mert így legalább minden kényelmetlen dolog az ő nyakába lesz akasztva. De azért mégiscsak gyerek, és ő mégiscsak az apja, akitől a gyerek függ. Micsoda arcátlanság, hogy egy gyereknek már önálló élete legyen. Zentai Ferenc határozottan haragszik ezért. Pedig tudja jól, hogy vele is így volt annak idején. Mégis neheztel, s amíg a döngő léptekkel halad a gyümölcsös felé, elhatározza, hogy a fia bejelentését egyszerűen nem fogja tudomásul venni. Nehéz, indulatos ember gróf Zendai Ferenc. Ha 400 esztendővel hamarabb születik, könnyen tiránus lehetett volna belőle. Így azonban az indulatai beleöltöztek a civilizáció köntöseibe, és inkább csak belsőleg élte ki őket. Kifelé nyugodt, szúrós nézésű, biztos ítéletű embernek látszott. Keveset beszélt, és a szavait nagyon megválogatta, amit pedig kimondott, az súlyos, komoly szó volt, a szó legvalódibb értelmében. Valamikor mindenütt ott volt, és mindenben részt vett. Akarat ereje, tudása, egyenes természetek közismertté tették a megye belső életében. A háború hírét már néma megdöbbenéssel vette tudomásul, és egyre szótlanabbul figyelte a változó időt. Az összeomlással aztán valami benne is összeomlott. Nem beszélt róla soha senkinek. Csak még hallgatagabb lett, attól a perctől kezdve nem törődött többet semmivel. A telefonját leszereltette, újságjainak felmondta az előfizetést, minden kapcsolatot megszüntetett a külvilággal. 1919 óta nem mozdult hazúról. Úgy viselkedett, mintha a világ Halasdon megszűnt volna. Arról, ami odakünt történik, hallani sem akart, ha valaki beszélni kezdett az általa elismert határon kívüli dolgokról, némán elnézett a feje fölött, és meg sem hallotta a szavait.
nagyon megdöbbent, amikor látta, hogy a fia meg a lánya elismerik a külső változásokat, és érintkeznek azzal a világgal, ami a halasdi kert fáin kívül esik. De aztán belátta, hogy valaki mégiscsak kell törődjön a gazdaság dolgaival, és hogy ezek a dolgok nem élhetnek meg önálló elszigeteltségben. Még a feleségének sem panaszkodott, pedig az kitartott mellette, mindent megértett, és mindent helyesnek látott, és mindent szó nélkül utánzott. Így élt Zentai Ferenc magára maradva, ides tova 8 esztendeje, mindent némán és szó nélkül tudomásul vett. Mikor jelentették neki, hogy az egész nagy birtokából csak 200 holdat tarthat meg magának, röviden ennyit felelt. Jó. És nyugodt mozdulattal szivarra gyújtott, mintha csak azt mondták volna neki, hogy előállt a kocsi. Tudomásul vette, hogy odakint a világ összeomlott, megszűnt. És egyébre nem volt kíváncsi. Nem vette tudomásul, hogy halasdot ezentúl Kümpinának hívják. És nem érdekelte, hogy a jegyző új neve Domnunotár. Neki mindehez semmi köze. Egyetlen birodalma, amit minden nap pusztulás között is fenntart magának, a gyümölcsös. Naphosszat elsétál a fái között, tisztogatja őket, nyesegeti őket, újakat nevel, olyanokat, amiben ő is örömét leli. Úgy tartja számon a fáit, mint ahogy személyes jó barátait szokta az ember. Érti a nyelvüket, beszélget velük, és hogy még itt se kelljen szavakat használni a beszédhez, keresett magának egy süket némát, és azt tartja kertésznek. Jól megértik egymást, szótáruk van, jelekből és mozdulatokból, és Zentai Ferenc sehol sem érzi olyan jól magát, olyan otthon, olyan remete sorssal megáldottan, mint a kertjében, a süket néma mellett. Most is oda megy. A mutúj, így nevezik arra felé a süket némát, eléje jön az almafák közt, és megállítja. Valami tanácstalan ijegység van az arcán. Egy fára mutat, kezével ütő mozdulatokat végez, aztán int, csuklóból felfelé, ez nála azt jelenti, hogy el. A Zentai Ferenc homloka elborul, és sietve megy a jelzett irányba. Úgy van, ahogy mutúj mondta. A sor végén egy fiatal almafát kivágtak az éjjel. Csak az a fehér forgács van ott. A mutúj felszedi, a markában tartja, mutatja, fáj neki, látszik, csupa sírás az arca. Zentai Ferenc nem szól, nem káromkodik, még a szivart sem veszi ki a szájából, de a szeme sötéten villog. A mutúj a kerítés felé int. Egy helyen le van tépve a drót, és lyuk tátong a szomszédkertre. A mutúj átmegy a lyukon, Zentai utána. Két-három parasztelken átmennek, bozontos szürke kuvaszok ugatják meg őket, a mutúj néha felkap egy göröngyöt, és közéjük hajítja. A negyedik háznál befordulnak az udvarra. A kékre mázolt falun át föteles kunyhó előtt néhány gyermek játszik a porban. Mikor meglátják őket, elhallgatnak, és maszatos arcukon hanyat esik a csodálkozás. Odébb a pajta előtt bocskoros paraszt áll ingujban, és sunyin lehajtott fejjel sandít feléjük. Mellette sajtár a földön, úgy látszik, éppen az esti fejéshez készül. A mutúj egyenesen a pajta mellé megy, ahol a rakásban halmozott tűzifa hever gyors mozdulatokkal szétrugja a rőzsét, és előrántja alóla a felaprított alma egyik darabját. Zentai ott áll a pajta mellett, szemben az emberrel. Az hunyorogva, szemtelen vigyorgással néz fel rá,
A kezében vasvilla van, arra támasztja a könyökét, úgy áll ott, szemére húzott szalmakalappal kihívóan. Az asszony is kijön a házból, némán és mozdulatlanul áll meg az eresz alatt, vár és figyel. Zentainak csak a szeme villan meg. Amikor meglátja az almafa világos szürke kérgét a mutui kezében. Tógyer, csak ennyit mond. Az ember elkapja ezt a szemvillanást, és keze a villa után nyúl. Elkésik. A Zentai Ferenc ökle meglendül, és tompa puffanással csapódik a parasztarcba. A villa leesik a földre, az ember megtántorodik, üresen maradt kezével az arcához kap, aztán elveszti egyensúlyát, és a pajta mellé zuhan. Egy pillanat az egész. Nehéz hörgés szakad fel a melléből, az asszony döbbenve bámul a pitvar előtt, aztán rikácsolva tör ki belőle a szitok, és sikoltozva, káromkodva a felhengeredett emberhez szalad. Vaj, vaj, vaj! Sikoltoznak a megrémült gyermekek, és a szomszédház kerítésénél fekete kendős asszonyok gyűlnek össze a lármára, mint a megrémült juhok. Zentai szó nélkül megfordul, nyugodt, biztos léptekkel visszamegy a fellármázott házak mellett, a kerítésükön vissza a gyümölcsösbe. A szivarja még ég, kék füstfelhőket ereget maga köré, és úgy érzi, hogy megnyert egy csatát. Másnap reggel már Tibor is tud a dologról. Eltörött az álcsontja, mondja reggeli után, amikor kettesben maradnak, és hozzáteszi. Tenyérrel kellett volna, és közelebbről. Zentai Ferenc csak bólint, és tudomásul veszi. Nem beszél róla. Fújja a füstöt, és kinéz az ablakon. Délre már mindenki tudja a házba, még Zentainé is, de csak suttogva emlegetik, és előtte elhallgatják, mintha titok volna. Amit éppen ő nem szabad megtudjon. Halasdon mindennel így van. Halasdon vannak témák, amikről nem szabad beszélni. Vannak kérdések, amiket nem szabad megkérdezni. Ezek közé tartozik minden nemű vagyoni kérdés. Halasdon szentségtörés, ha valaki a családból pénzről kezd beszélni, vagy adóságról kezd beszélni, vagy gondról kezd beszélni Zentai Ferenc előtt. Zentainé elsápad ilyenkor, és engeszthetetlenül haragszik a tapintatlan családtagra. Zentai pedig haragosan legyint, szivarra gyújt, és lemegy a gyümölcsösbe. Az ilyesmi idegesíti, mondja mindig Zentainé. Kis vékony csontú, fehérbőrű asszonyka, Zentainé. A haja fehéren övezi a fejét, úgy hordozza a fehér haját és az 50 évét, mint valami különös diadémet. Van benne valami kislányos, valami naív ijegység, valami örökös csodálkozás, talán a hangjában, talán a kék szemeiben. Van benne valami, ami egy pillanatra megdöbbenti az embert. Na né, ez a gyerek hogy megöregedett? Hiába bánnak úgy vele Klára meg Tibor, mint valami törékeny kínai porcelánnal. Az apa és a gyerekek között évek óta mégis ő az egyetlen kapcsolat. És ez néha fáradtságos, remegtető terhet jelent a számára. Tibor sohasem beszél előtte a gazdaság apróbb nagyobb kellemetlenségeiről, adóról, jégről vagy állatvesztességről. De hozzáfordul, ha az apjától egy meghatalmazás kell a bankhoz, ahonnan okvetlenül pénz kell, és ő kell közvetítse a házasság dolgát is. A teher súlyos és félelmetes, de azért a vállára veszi. Meggörnyed alatta, a görnyedsége alól figyeli az apa minden mozdulatát, ijedezik, jósol, helyezkedni próbál a témák között, hogy valahol zökkenés nélkül szóba hozhassa. Az ilyesmi azonban rendesen nem sikerül neki. Az alkalmat félénken elszalasztja, és amikor mégis odalöki a péppé rágódott témát, az mindig a legváratlanabb és legmeglepőbb időben történik.
Ott ülnek kettesben. A csukott verandán Zentai Ferenc kibámul az ablakon, nem sokára ebédidő van, néha az órájára néz. Hány óra? Kérdezi Zentainé, csak hogy beszélgetést kezdjen. 00:30. A válasz mogorva. Máskor is ilyen, de Zentainé csak most érzi át, és elkeseredve sóhajt fel magában, hogy éppen egy ilyen ideges napjában kell ilyennel előálljon neki. Késő van, fűzi tovább a beszédet. Vajon a gyerekek merre vannak? A nagy ember vállat vont, hosszú idő múlva utána küldi a szót is. Tibor, láttam, a vendégházat méri. A vendégházat méri? Az asszonynak ott lüktet valami a torkában, ezt most folytatni lehetne, hogy vajon miért méri, és rögtön jöhetne a többi. A Violának üszőborja lett, mondja Zentai, szép borjú, és ezzel vége van az alkalomnak, most már késő. Várni kell a következőre. A következő nem jön, a férfi hallgat. Az asszony néha elkezd valamit, az időt, vagy a szántást, vagy a viola borját, de Tiborra nem tér vissza a szó. Már nem sokára tálalják az ebédet, és ebédre rendben kell legyen a dolog, mert már nagyon nyomasztó ekkora teher alatt járni. Erőt gyűjt, lélegzetet vesz, na most belekezd, akármi is lesz. Rettenetes, mennyi moly van ebben a házban? Dörmög föl Zentai Ferenc ebben a pillanatban. Nem tudnánk valamit tenni ellenük? Az embernek ma holnap nincs mit felvegyen. Az asszony már nem tud visszakapcsolni. Készen áll benne a mondat, és mondja is. Ferenc, Tibor meg akar nősülni. A férfi még a mólyoknál tart, meghökken is végignéz a feleségén, de az már folytatja is. Bedő Ágnest akarja elvenni. Nagyon kedves, nagyon rendes, nagyon ügyes lány, és én igazán örvendek neki. Még néhány jelzőt felsorakoztat gyorsan, ami éppen az eszébe jut, gondolatban bocsánatot kér a férjétől ezért a merényletért, amit a hangulata ellen követ el velük, hiszen jóformán alig ismeri a lányt. Zentai Ferenc meglepetten hallgatja végig, az arca lassan kipirul, a szája összehúzódik, a homlokán ráncok futnak lefelé. Én nem tudok róla, vágja ki kurtán, és azonnal az ablak felé fordul. De én tudom, nyugtatja meg békítő hangon az asszony, és azt is tudom, hogy éppen ideje elvégre Tibor már nem sokára 30 éves. Tudatosan véníti a fiát, csak hogy a szavainak több súlyt adjon bele. És már egyszer családot is kell alapítson, és elvégre felnőtt ember is. Mi csak örülhetünk, ha boldog lesz, és helyet kell adnunk nekik, hiszen mi már öregek vagyunk, Ferenc. Zentai Ferenc nagyot és bosszúsat legyint. Az arca piros, a homloka ráncokba borítva, a szája keskeny és gúnyos, éppen olyan, mint a Tiboré. Én tőlem csináljátok, ahogyan jól esik, mit bánom én. Idegesen felugrik, az ablakhoz lép. Vajon, mikor hozzák már az ebédet? Kérdi ingerülten. Erről többet nem lehet beszélni, a pohár megtelt. Zentainé tudja, és szorongva lesi a férje arcát, amint az ablaknál áll, és kitekint, és az van ráírva, hogy bizony bánja. Az ebédet szótlanul birkózzák végig az étellel és a gondolataikkal. A gyerekek hallgatnak, tudják, hogy a nagy esemény megtörtént. Ilyen bejelentéses, viharszagú családi napokon megszokták már, hogy csendesen legyenek. A csend az asztal fölé nehezedik, Zentainé nem bírja ki a súlyát. Esznek jól a disznók? Kérdezi Tibort, nem mintha komoly gondjai lennének a disznók,
csak mert éppen nem jut egyéb az eszébe, és az ebéd vége felé jár, nem lehet örökké hallgatni, mit gondolna az inas. Most már esznek, feleli, csak addig volt baj, amíg megszokták a borsót. Arra gondol, hogy vajon az apja mit mondott. Vajon az apja hogyan gondolkozik, vajon mit akar? Milyen pipifaxosak ezek a disznók, csóválja meg Zemtainé gondelten és szemrehányással tele a fejét. Így mondja a pipifaxosak. Rengeteg ilyen szava van, és előszeretettel ragaszkodik hozzájuk. Már esznek, mondja a Tibor nyugodtan és megnyugtatóan, mintha egy kislánynak mondaná, nem kell sírni, majd meggyógyult a baba. Zentai Ferenc ebéd után szivarra gyújt, és lemegy a kertbe. Hárman maradnak, a hangulat egyszerre feloldódik, megindul a beszéd, már mosolyognak, Zentainé megöleli a fiát, és elfulladó hangon mondja, adjon neked az Isten boldogságot, fiam! A szemek könnyes lesz, a könnyek lefolynak az arcán, azért mosolyog. Ez a mosoly a jövőnek szól, azok a könnyek a múltnak. Meghatottan nézik egymást egy felhő mögül, előnevet a délutáni napfény, behull a széles ablakon, és ömlő arannyal beragyogja őket. Rápoltiné éppen reggelinél ül, amikor a fia belép az ebédlőbe. Szegény Alaszka, még mindig fáj neki a lába, panaszkodik a vénasszony a kutya helyett. Csúnya ló, úgy megrúgta, csúnya ló! A róki ott lapul a kandalló sarkán, jobb hangulatban van már, mint az első napon. A feléje dobált húsdarabkák után fürgéket szökkem. Körülötte a parketten nedves és szagos foltok égterenkednek, de ez nem zavarja egyiküket sem. Sem a vénasszonyt, sem a rókit. Hogy aludt, mama? Kezdi Jenő a beszélgetést. Szegény Alaszka, feleli a vénasszony, még most is sántit pedig tegnap. Éppen ezért több husikát kapott, mint a többi, hogy ne fájjon neki olyan nagyon a lába. Szegény Alaszka. Rápolti Jenő nyel egy nagyot, és rátér a tárgyra. Mama, kérem, adjon nekem egy kis pénzt. Nehéz kimondani, mindig is ilyen nehéz volt. Emlékszik, mikor gimnazista korában az apja elé állt ilyen kéréssel, még a térde is reszketett. Vagy jogász korában, amikor a havi zseppénzét elfelejtették megküldeni, hányszor megesett. Inkább adóságot csinál, de nem kért. Nincs rémesebb dolog, mint kérni attól, aki nem szívesen ad. Rápoltini azonban még nincs a helyszínen, felhajt egy pohár bort, és a kandallóhoz beszél. Na, Róki, ugye? Hogy jobb itt, mint a lyukban, egy olyan sötét lyukban, ahol nincs se ablak, se lámpa, ki lakna szívesen egy olyan lyukban? Jenő újra nyel egyet, és megismétli még hangosabban. Mama, kérem, adjon nekem egy kis pénzt! A vénasszony ránéz, álmos, vízszínű szemeivel, és megbillegteti a fejét. Lakna maga olyan lyukban, Jenő, ahol nincs se ablak, se lámpa, ugye, jobb az ebédlőben. Minek magának pénz? Teszi hozzá. Mit akar maga azzal a pénzzel? Nincs magának arra szüksége, Jenő? Mondja, lakna maga egy ilyen lyukban? Rápolti Jenő azonban makacsul kitart. Halász Árpádnak tartozom pénzzel. A vénasszony csodálkozik. Mi dolga van magának Árpáddal? Maga nem csépel, Jenő? Mi dolga van magának Árpáddal? Tartozom neki pénzzel. Aztán mennyivel tartozik maga? 1000 lejjel, hazudja Jenő. Ma kell megadjam neki.
Rápoltiné újra a Rókira néz. Na, ugye jobb itt az ebédlőbe? Na, ugye jobb? Bólogatja mosolyogva a fejét. Itt nem kell hason csúszkálni, mint egy olyan kicsi lyukban. András jön kintről, kinyitja az ajtót, a kutyák kiözönlenek. Rápoltiné bort tölt a pohárba. Ott van még egy üveg, Jenő, mutat a szekrényre. Töltsön magának, ha inni akar. Majd gyorsan hozzáteszi. Ne abból a zöldből, ne abból, az kell a kápolnába. Abból a másikból vegyen. Rápolti Jenő leemeli az üveget, előkotor egy poharat, és tölt magának. Szótlanul isznak, a vénasszony ropogva rágcsálja a pirított kenyeret. Mit csinál maga azzal a pénzzel, amit a múltkor adtam magának? Jenő, mit csinált vele? Annak már 3 hónapja, kiáltja Jenő tiltakozva, de a vénasszony nem nyugszik bele. 500 lejt adtam akkor, Jenő. 500 lejt, mire költötte maga azt a pénzt? Cigarettára. Rosszallólag csóválja meg a fejét. Hogy lehet 500 lejt elkölteni cigarettára? Ezt mondja meg nekem, Jenő, hogy lehet ennyi pénzt elkölteni cigarettára? A hosszú ember egészen összegörnyed, megriadt, 35 éves iskolás fiú. De mama, annak már 3 hónapja. A vénasszony csak rázza a fejét. Hogy lehet ennyi pénzt elkölteni cigarettára? Miért nem szív Jenő diófa levelet? Az is jó, Jón is azt szokta szívni, diófa levelet. Jenő ijedten védekezik. Patront is kell vegyek, mama. Nem tudok rucát lőni. Ez az érve reméli használni fog. De nem, Rápoltiné csak legyint rá. Szívjon diófa levelet, Jenő, úgy se lő maga rucát. Szívjon diófa levelet. Mama, de Árpádnak meg kell adjam az 1000 lejt. Csak legyint, de azért lassan felemelkedik, a bor már úgyis kifogyott. Nagy lelkűen int neki. Na, jöjjön, adjam oda magának a pénzt. De aztán most ne kérjen többet, jól is azt szívja. Bedöcög a szobájába, az ajtót gondosan beteszi, nehogy beláthasson oda. Kis idő múlva visszajön egy 500-assal a kezében. Nagy lelkűen nyújtja oda neki. Na fogja, Jenő, itt a pénz. Itt a pénz, de vigyázzon rám, nem adok többet, ha újra jön. Szívjon diófa levelet. Jón mindig azt szokta, látja, Jón milyen egészséges. Maga is egészséges lesz tőle, Jenő. Zsebre gyűri a pénzt, elmorog valami köszönetfélét, és már kint is van. Csak amikor a platánfa alatt újra megtapogatja zsebében a zörgő papírost, csak akkor kezd elcsodálkozni, hogy volt bátorsága hozzá. Hogy megmerte tenni, és hogy ilyen gyorsan ment, meg ilyen egyszerűen. Ahogy ott áll és felnéz a ragyogó tiszta égre, Zentai Klára jut eszébe hirtelen. Az arcára nem emlékszik tisztán, és azt sem tudja biztosan, hogy milyen színű a szeme. Csak arra gondol, hogy ha tegnap nem beszél vele, akkor ma nem meri megtenni ezt. Erre gondol. És csendesen, szomorúan elmosolyodik. Délután átjön Halász Árpád. A vénasszonyt keresi. Kezét csókolom, Fáni néni. Köszönti, és lehajol, hogy eleget tegyen a köszönés ígéretének. De meglátva a stucnikat, fele úton meggondolja magát, és inkább részvédteljes érdeklődésbe csapát. Hogy van, Fáni néni? Rápoltiné azonnal az alaszkát kezdi mesélni. Itt volt a doktor, mondja. De a doktor sem tudott semmit csinálni. Még mindig sánta. Hiába volt itt a doktor.
És hogy Juli puliszkát akart neki adni, pedig azt nem lehet, hús kell neki, amíg fáj a lába. És hogy a Biri cigányné fog csinálni valamit agyagból és bőrök gyökérből, azt kell majd a lábára tenni, az jó, jónak is használt. Árpád résztvevően bólogat, aztán megnézi a Rókit is, a plébános hozta, meséli lelkesedve a vénasszony. Ő fogta ott bent a lyukban, ugye milyen szép? Árpád összes jelzőit összeszedi, és egy a rakásra rázódítja a Rókira valamennyit. Aztán előjön a pletykával, a pletykát szereti. Hallotta, Fányi néni, hogy Zentai Tibor nősül? A vénasszony nincs meglepve. Mondta András is, megszökött. Mondta a múltkor a papleánnyal szökött. Már Bécsben vannak, ott fognak megesküdni. Képzelem, hogy haragszik az apja. Árpád nevet, már előre örvend, hogy ezt Halasdon elmondhatja. Nem, Fáni néni nem utazott el. Tegnap kérte meg Bedő Ágnest. A vénasszony megdöbben, erkölcsi elképedéssel fogadja a közlést. Bedő Ágnest is megkérte. Akkor neki most két felesége lesz. Árpád csak nevet, nagyon örvend ennek a témának, milyen nagyszerű lesz ezt mindenütt elmesélni. Dehogy, a paplány az nem igaz. Bedő Ágnest kérte meg tegnap. Bizonyítólag üt a mellére, én is ott voltam, láttam, amikor megkérte. Rápoltiné rázza a fejét és nevet. Bolondok ezek az entaiak, bolondok! Ki hallott ilyet, hogy valaki megkéri az egyiket, és megszökjön a másikkal, bolondok! Árpád rátér jövetelének igazi céljára, amelynek érdekében az Alaszka iránti részvét, a Rókit illető dicséret és a Tiborról szóló pletyka voltak hivatva kellően meglazítani a talajt. Csak úgy említi meg, mint valami mellékes dolgot, mintha éppen most jutna az eszébe. Nincsen Fáni néninek egy kukorica morzsolója? Tudja jól, hogy van. Már meg is nézte, éppen onnan jön. De azért így kezdi, a taktika miatt. Rápoltiné gyanútlan. De van nekem morzsolom, hogyne, ott a csőrben, eltéve. Tavasszal festettem újra, olyan gyönyörű piros lett, ha látná, milyen szép, megnézheti, ott van a csőrben. Hirtelen, mintha valami gyanú támadna benne, hozzáteszi, de nem adom oda senkinek. Árpádnak a szeme serebben. Nem kell Fáni néninek árpa liszt? Nagyon jó a kutyáknak, nagyon szeretik a kutyák. Adnék egy zsákkal. A vénasszony szimatol. Aztán miért adna maga Árpád egy zsákkal? Miért akar maga egy zsákkal adni? Most már előjön a dologgal. Eltörött a morzsolóm. Gondoltam, hát ha Fáni néni ide tudná adni néhány napra. A vénasszony nevetve rázza a fejét. Jaj, milyen szép piros, ha maga látná. Csak néhány napra kéne. Amíg az enyém elkészül, aztán visszahozom. Az árpalisztet nagyon szeretik a kutyák. Bíztatja, de már tudja jól, hogy az árpaliszt biztosan és szilárdan bent ül a céltábla közepén. Rápoltiné szomorú. A festék mind lejön. Mondja, mind lejön, ha gyorsan forgatják. Árpád elképedve csapja össze a kezét. Jézus Mária, hogy is lehet ilyet feltételezni? Jézus Mária, vigyázni fogunk, mondja. És ahol mégis lejön, ott befestem én. Nem használ, csak rázza a fejét. Nem tudja azt maga olyan szépen befesteni, nem tudja azt maga. Aztán milyen zsákra gondol maga Árpád, mekkora zsákra? Hát egy rendes zsákra. Mutatja a kezeivel, hogy mekkora. Egy ilyen rendes zsákra. Sóhajt és belenyugszik. Adjon nekem egy nagy zsákkal. Egy nagy zsákkal adjon. A
Aztán vigye, nem bánom, vigye. Még utána kiált. Vigyázzon rá, s aztán fesse be, ahol lejön róla, hogy éppen ilyen szép piros legyen. Jont, majd küldöm a zsákkal. Árpád jókedvűen megy lefele. Ha tudna fütyülni, most fütyülne. Csatát nyert. Legalábbis ő úgy érzi, hogy az életnek nevezett olimpiász egyik lényegtelen kis versenyszámában pont fölénnyel győzött. Sajnálja ugyanaz árpa lisztet, de azért megéri. A morzsoló nem neki kell, hanem Tóninak. És a zsidó egy véka málét ajánlott fel napi használat fejében. 7 nap, az 7 véka. Kalkulál magában, 7 véka, az 140 kiló. Egy zsák árpaliszt, természetesen kicsi zsákról lehet csak szó, 60 kiló. És még az öreg Petré is kéri a falu végén. Ott is vagy 3 nap lesz, vagy 200 kiló, 60 kiló árpaliszt, megér. Sokat mondjunk, 100 kiló málé, de nem ér meg annyit, hogy is érne, lehet keresni az üzleten 100 kilót. 200 lej, az is pénz, de nem, van az 230 is. A Jenő szobája mellett megy el, benéz az ablakon. Jenő éppen a bakkancsait húzza fel, mikor meglátja Árpádot. A harisnyás lábát gyorsan a szék alá rejti, de így is látni, hogy a sarkán ökölnyi lyuk van. Mennyivel tartozom neked? Kérdezi hirtelen. A pénz megzörgött a zsebében, ez idézi emlékezetébe a tartozást. Árpád legyint, ugyan semmi, 130 az egész. Szélesen mosolyog, dúdolni szeretne, lám, ma milyen jó nap van, mindenhonnan pénz cseppen, még a legváratlanabb helyekről is. Búcsúzás közben még megjegyzi, csak úgy mellékesen. Gyere át holnap Ozsonnára, nálunk lesznek a halasdiak. Ma délelőtt voltam náluk, teszi hozzá, amikor látja Jenő érdeklődő tekintetét. Nagyszerű nő ez a Klára, nagyszerű nő, micsoda termete van, micsoda lábai, nézted? Nagyszerű nő, én mondom neked, barátom, nagyszerű nő. Nézd, még virágot is kaptam tőle. Mutatja a virágot a gombjukában, dédelgetve megsimogatja, nagyszerű nő, mondja még egyszer elmenőben, és kacsint hozzá sunyin, sejtelmesen, mint aki igazán tudhatja, hogy milyen nagyszerű. Jenő érzi, hogy elpirul, undorodik ettől a hangtól. Emlékszik, hogy éppen így undorodott, amikor régen egyszer Árpád komoly szándékkal udvarolt egy lánynak, már úgy volt, hogy el is veszi, és előtte úgy beszélt róla a kis bestia, a kis dög. Így csókol a kis bestia, ilyen érzéki a kis dög. A dologból mégsem lett semmi, mert Marjuka ájultan összeesett az ebédlőben, öngyilkossággal is vitriollal fenyegetőzött, igen, így volt valahogy. Jenő sokáig áll az ablakban, még mindig piros érzi, és haragszik Árpádra erősen ezekért a szavakért, azért a kacsintásért, azért a mozdulatért, amivel megsimogatta a virágot. Elvégre mi közöm hozzá? Igyekszik megnyugtatni magát, de nem megy olyan egyszerűen. Klárára kell gondoljon. Látja, amikor átadja azt a virágot, még mosolyog is hozzá. Szeretne emlékezni a szemére, de nem sikerül. A vadszöllőn egy pók tornászik, szédítő trapézmutatványokkal építgeti a jövendőjét. Nehéz lehet, gondolja, így fejjel lefelé lógni a semmibe. Rámosolyog a pókra. Nehéz bizony, pajtás, neked is, nekem is. Eszébe jut, hogy holnap, holnap délután. 24 óra múlva, 24 óra, az hány perc? A pók nem tudja. Gyorsan kiszámítja egy újságpapíron. 1440, 1440 perc. Sok perc, rengeteg perc. A szekrényhez megy, kinyitja az ajtót és belenéz. A rendetlenség visszabámul rá a polcokról és a fogasokról.
ezt fogom felvenni. Néz a múltkori szürkékre, nem, nem, mégse feltűnő lenne, még azt hinnék, hogy érte, vajon Árpád hosszú nadrágot vesz fel? Megmérgelődik, becsapja a szekrény ajtót, elvégre kicsoda nekem ez a lány? Kérdi magától dühösen, de nem felel meg rá. Az ágy mellett meglátja az egyetlen félcipőjét. Piszkos. Állapítja meg, azzal lekiált a konyha felé. Juli! Juli! Dohogva jön a termetes asszonyság. Jó, jó, szene kiabáljon, nem vagyok fecske, hogy repüljek. Tátva marad a szája, amikor megtudja, hogy a cipő miatt. Pucolja meg, hebegi. Hát hova megy már megint? Nem megyek sehová, feleli ilyetten, csak mert éppen piszkos egy kicsit. Juli lenézően felveszi a cipőt, és végig mostrálja. Ez piszkos. Sze 5 év óta ilyen. A délután kezd alkonyatba hajlani, a napsugarak ferdén érik már a földet, és hosszú, vékony árnyékokat ragasztanak kelet felől a fák mögé. Vállára veszi a puskát, az asztalfiókjából előkotor néhány házilag gyártott rücskös zöld töltényt, és elhagyja a szobát. A barna alkonyat langyos levegője megfürdeti a gondolatait. Az istállók mellett lemegy a nyárfásig, ott átvág a réten. A szélső nyárfánál egy pillanatra megáll. A nap már nem látszik. Aranyhaja fent sepri a nyárfák koronáját, ezüstösen csillognak tőle a levelek. Szellő jön a tó felől, motoszkál a lomb közt, és néhány sárga levelet lehullat a földre. Klára! Fut át az agyán valami eltévedt kicsi gondolat. Klára és Árpád? Valami megrezzen benne. Csak egy másodpercig tart. Nem tudja, mi az. Aztán lassú léptekkel elindul a nádas felé. Eulália tant magára veszi szebbik ruháját, az égő pirosat, aranycsipkékkel. Vörös parókáját széles, világos kék bársonyszalaggal gondosan körülabroncsozza, és felveszi az új cipőjét is. Az új cipő egy lapos sarkú fekete félcipőt jelent, mely fölött vastag, sárga harisnya harmonikázik vékonyka lábszárain. Megbillenti magát a tükör előtt, Marjuka ott áll hátul és mézes hangján, többször is elismétli, hogy Jézus Mária, méltóságom ma milyen szép, jaj Jézus Mária! Férfi vendég jön a házhoz, ilyenkor Eulália mindig kivágja a nagy parádét. A vállain pihenő 70 év jelentőségét nem akarja még átértékelni. Úgy érzi, hogy neki adósa maradt az élet valamivel, és ezt az érzelmi tőkét, melyet élete nagy követel oldalán visel elkönyvelve, nyugodt biztonságérzettel tartja számon az összes késedelmi kamatokkal együtt. Nem hajlandó elismerni, hogy ez az érték már régen devalválódott. Állandó tőkegyanánt hordja gondolatai közt az érzelmi papírok névértékét, beleveszi őket a kalkulációba, sőt, adósságot is vesz fel rájuk. Valahányszor így kicicomázza magát egy érkező férfi vendég tiszteletére. Már 4 órakor a teraszon ül, és nézi az országutat. Tibort várja, igaz, hogy Árpád szerint. Tibor már mátkás, de ez nem valószínű. Árpád szokott így beszélni a levegőbe. Ottitant a fekvő széken hever, és néha nagyot sóhajt. Jaj, hogy fáj megint a hátam, Istenem, Istenem! Eulália ilyenkor haragosan rászol, dehogy fáj, csak kényeskedik. Ha így elhagyja magát, soha nem fog férjhez menni. Ez nem tréfa, nem nevet rajta egyikük sem, ez komoly.
halálosan komoly, hiszen való dolog, hogyha egy eladó lány ilyen sóhajtozással, panaszkodással és nyögdécseléssel várja a gavallért, akkor alig ha megy férjhez hamarosan. Fél ötkor már Jenő is ott van Árpáddal együtt. Mosolyogva fogadják őt is, elvégre férfi ember, nőtlen ember, még ha ilyen csapnivaló részeges is. Mit csinál az öreg asszony? Kérdezik tőle, és mosolyognak rá, és kedvesek mindhárman, és beszélgetnek időről, gyümölcsfáról, világról, virágról. Nem sokára megjelenik az útkanyarodásnál a halasdi kocsi, sárgán csillognak a kerekei a délutáni napsütésben. Két szürke van előtte, amerre eltrappolnak hosszú, fehér kendőt, lenget utánuk a por. Mikor a kocsi megáll a terasz előtt, Eulália tandba belefagy a lélegzet. Csak Klára ül benne egyedül. Hol van Tibor? Kérdezi tőle, még mielőtt köszöntek volna egymásnak, és az arca olyan ijed, hogy Klára megdöbben. Otthon maradt, mondja csodálkozva. Nálunk van a leendő apósa. Leendő apósa? Miket beszélsz te? Tibor mátkás? Meglepetten hebeg, Klára siet udvariasan válaszolni, Árpád is odaszól. Hiszen mondtam már tegnap. Eulália tant megdöbbenve áll egy helyben. Úgy érzi magát, mint az az üzletember, aki megtudja, hogy a bank, amelyikben a pénze van, megbukott. Az Árpád szavaira mérgesen félrelöki az útjába kerülő széket, és beledübörög a szalomba. Akkor minek is jöttek? Dünnyögi, ültek volna, mint otthon. Azzal becsapja az üvegajtót. Néhány másodpercig döbben csend van, aztán ott itant, gyorsan beszélni kezd valamiről. Zsozefa segít neki, keresztkérdések alá veszi Klárát, kettőnek kell feleljen egyszerre, mindenről egyszerre kell beszéljen, Pestről, Párizsról, ruhákról, bálokról és egyéb leány dolgokról. Elfogult. Néninek szólítja őket, kinevetik, hiszen mi kortársak vagyunk, mondják, ettől még jobban megzavarodik. Kesztyűs kézzel, mert csak a mondatokkal bánni, hogy se megszólítás, se tegezés, se magázás ne legyen bennük. Befelé mosolyog, és arra gondol, hogy ha ezt egy regénybe olvasná, el se hinné. Jenő szótlanul hallgatja. Mikor a kocsinál kezet nyújtottak egymásnak, pillanatra összevillant a szemük. Azóta tudja, milyen a szeme. Szürke. Úgy örvend ennek a felfedezésnek, mint egy gyerek, aki megtalálja elveszett játékszerét. Ott ül most, és hallgatja a hangját. Egy kis beszédszünetben a szemük összetalálkozik. Hajlékonyan villannak egymásba, emlékszem még rád, mondja a lány szeme, és a férfi szeme őszintén visszaválaszolja. Szép vagy. Csak egy pillanatig tart. Aztán közéjük hull újra a beszéd langyos, közömbös iszapesője. Azonna után sétálni mennek a kertbe. Hármasban. Árpád viszi a szót. Bókokkal és elmeségekkel mulattatja Klárát, nőhódító lexikonjának összes üzembe lévő mondatát előszedi, és biztos fölény érzettel terítgeti köréje a hálót. A lány közbül halad, hallja az üres szavakat, de nem figyel rájuk. Néha nagyokat nevet, és titokban a másikat nézi. Tetszik neki, hogy az nem udvarol, nem mond bókokat, nem töri magát mulatságos történetek kitalálásával. Többnyire hallgat, csak néha szól közbe, akkor is csendesen és komolyan beszél, mintha attól félne, hogy a hangos szó elkerget mellőlük valamit.
Néha összetalálkozik a tekintetük, olyankor megsimogatják egymást elhallgatott gondolatok. A keskenyebb utakon összeér a karjuk, valami delejes áramot éreznek ilyenkor mind a ketten, megdöbbennek, és félrefordítják a fejüket. Tisztelt hölgyem, uram! Vége a második résznek.